A Merkantil Bank Liga tavalyi szezonját 12 győzelemmel, ugyanennyi döntetlennel és 14 vereséggel a 11. helyen záró PMFC az MB3 középcsoportjának tavalyi 14. helyezettjét, a szekszárdi UFC-t fogadta a felkészülés első edzőmérkőzésén. Ezen a találkozón ült a pécsi kispadon első alkalommal Weitner Ádám vezetőedző, aki játékosként szerepelt az élvonalban az MB2-ben és a harmadosztályban is. Edzőként Ménfőcsanakon kezdett, majd az MB3-as SC Sopron vezetőedzőjeként dolgozott tovább. 2021. júniusában a szintén harmadosztályú Pápai Peruc FC élére nevezték ki, a csapattal a 7. helyen zárta a szezont. A vezetőedző mellett a PMFC 3 új igazolása is ezen a mérkőzésen debütált. Hadaró Valentin és Harsányi István a kezdőcsapatban kapott játék lehetőséget, míg Kovács Péter 30 perc után váltotta Heles Fai Donátot a kapuban. A találkozón a pécsiek közül Rácz László, Károly Bálint és Busa Bence talált be, míg a szekszárdiak egy gólt szereztek Sütő Endre révén. A pályát így 3-1-es pécsi győzelemmel hagyták el a csapatok. Az edzőmeccs meg az egész hét nagyon tetszett, kedden érkeztem, és elég kemény edzéseket tartottunk, a srácok próbáltak mindent beleadni a mai mérkőzésen, és minél jobb benyomást kelteni. Mondtam, hogy ne legyenek görcsösek, és próbálnak focizni, vállalkozni. A labda nélküli játék szerintem eddig se volt rossz a csapatnak. Elégedett vagyok attól függetlenül, első edzőmeccs, beleadtak mindent. Megdicsértem őket. Nem alakzatokba gondolkozom, inkább a stílusba. Tehát szeretem, hogy nagyon tetszett, amikor negyedik helyzet volt a csapat, a csapatnak a labdaszerzése, a letámadása és az agresszivitása. Én ezt szeretném megtartani, de szeretném, hogyha többet válkoznának labdával a játékosok, és többet fociznánk. Ez ki fog alakulni, úgyhogy csak idő kell hozzá, ezen fogunk dolgozni a jövőben. A szekszárdi UFC célja, hogy a 2022-23-as szezonban a középmezőny meghatározó csapata lehessen. Turi Zsolt együttese tavaly 12 győzelemmel, 10 döntetlennel és 16 vereséggel végzett a 14. helyen az MB3 középcsoportjában. 5 játékos távozott tőlünk, 3-an érkeztek jelen pillanatban, vannak próbajátékosok, és keresjük azokat a fiatalokat ugye a szabály miatt, akiket be tudunk építeni a bajnoki mérkőzéseken majd, és akik játszani is fognak természetesen. Ez egy jó előfelmérő volt nekünk, mert egy jobb képességű csapattal találkoztunk, de úgy hiszem, hogy nem vallottunk szégyent ezen a mérkőzésen. Edzünk tovább, már csak 5 felkészülési mérkőzésünk van, 6-ot edzünk hetente, plusz a felkészülési mérkőzések természetesen. Ilyen ritmusban megy végig az egész, rövid a felkészülés, próbálunk minél többet belerakni. Mindenképp szeretnénk előrelépni. Én jelen pillanatban azt mondanám, hogy az 5-10 az, ami megpróbáljuk elérni. A szezon július utolsó hétvégéjén rajtol mindkét ligában.